Sziasztok! Az elmúlt alkalommal beszéltünk Miklósról, Toldi Miklósról, beszéltünk a Róka lelki bátyról, Győgyről, beszélt Anton, a Varanton történész levéltáros kollégánk arról, hogy élte Toldi, milyen oklevelek vannak a családtól. És aztán félbe is hagytuk, ha jól emlékszem, nápolyi hadjáratnál. Egyébként azt üzeni a fiam, hogy ne izgulj, majd izgulhat ő, amikor ebből felelünk, úgyhogy köszöni szépen. De van azért ennek az aranyműnek, a Toldinak ugye más szereplője is, többek között olyan, aki a történelemhez köthető, Lackfi Nádor. Így van. Mit tudunk róla? Hát ugye a Toldiban Lackfi Endre, vagy Lackfi Endre Nádor szerepel, na most ilyen nevű Nádor nem volt. Viszont a Lackfi családból ketten is voltak Nádorok, Imre meg István, de Nagy Lajos korára ebből Imre esik. Tehát a Toldibeli Lackfi Nádort Lackfi Imre Nádorral tudjuk azonosítani. És itt hoztam nektek egy oklevelet Lackfi Imre Nádortól is. A Lackfi család az Anjou korszak tulajdonképpen egészében az ország egyik leghatalmasabb családja volt, óriási birtokaik voltak, legfontosabb országos tisztségek között megtaláljuk őket. Például sorozatban Lackfiak viselték az erdélyi, vajdai, vagyis akkor úgy mondták, hogy a székelyek Ispánja, de ez tulajdonképpen az erdélyi vajdának megfelelő. Vagyis ezzel összefüggő tisztség. És ha jól emlékszem, akkor a Lackfiak közül is visszatérve kicsit a múltkori témánkra, a nápolyi hadjáratra, ugye mondhat, hogy marha messze volt, nem lehetett tartani, és akkor Lajosnak volt szokásra, ha jól sejtem, hogy mindig ott hagyott egy-egy embert, egy ilyen várat adományozott neki, és az is a Lackfiakból került ki zömébe, aki így megkapta egy-egy városnak a... Mármint a hátországban? Az odavezető úton. Ja, út közben. Itáliai területeken is kapott egy-egy várat, egy-egy területet. Mi lett a Lackfiak sorsa, mert ugye hé, paraszt, melyik út megen egy vidára, tehát a történelemben nem szépen írta be őket arany. Hát nem egy kedves megjelenés. A Lackfiaknak elég szomorú sorsuk lett, ugye az előbb szóba hoztam Lackfi István Nádort. Ő intézte egyébként a Toldi Miklós birtokba iktatását, az a múltkori Zsigmond féle oklevélben szerepelt is István Nádor. És István Nádor azt a ballépést követte el, hogy ugye Lajos meghalt 1382-ben, és utána ugye a fia nem lévén Mária nevezetű lánya örökölt királyi jogon, tehát hogy abszolút önálló teljes jogú királynak számított Mária. De ezzel nem mindenki értett egyet. Tehát az ország fontosabb főurai közül többek között Lackfi István. Duradzói Károlyt, a későbbi, szintén szomorú sorsú második Károlyt, illetve később ennek a fiát, a Nápolyi László néven ismert figurát támogatták. Csak ugye, mint tudjuk, a történelmi könyvekből második Károlyt Forgács Balázs jól agyon vágta egy csákánnyal. Nápolyi László meg el se jutott a trónig. Lehet, hogy jobban járt. Valószínű, jobban járt. Lackfi Istvánnak, mint ennek a Máriával és az ő férjével Zsigmonddal szemben hát pártütőnek számító csoportosulás vezetőjét, őt gyakorlatilag törbe csalták. Volt neki egy ígéret a királytól, hogy bántatlan, tehát hogy nem fogják őt bántani, és tárgyalásokra a szlavoniai körös városába hívták, és ott gyakorlatilag lemészárolták. Zsigmondnak meg volt ez a különös hekkel, hogy mellevelet ad embereknek, elhívja őket tárgyalni, aztán... Igen, szóval, hogy hát hatékonyan kezelte a problémáit, mondjuk mint mások is előtte, utána, szóval nem példa nélküli a dolog, de ja, szóval, hogy és akkor itt ezzel ért véget az 1380-as évek végén, 90-es évek elején a Lackfiaknak a magyarországi dolga. De azért kihúztak majdnem egy századot. És ráadásul itt ezen az oklevélen látható egy szerintem nagyon, nagyon klassz dolog, ugye a pecsét, ők is megerősítik a pecsétjükkel az okleveleiket természetesen. És a Lackfi család a
Hermán vagy Hermány nemzetségből származott, ez egy német eredetű nemzetség, ha nem tévedek, és a címerük egy sárkány volt. Jól látható a denevérszerű szárny, meg a kígyószerű farok, meg két lába van ennek a sárkánynak. Ez nem az a négylábú sárkány, mint a Trónok harcában, meg a többi hasonlóban, hanem ez csak egy kétlábú, ez egy korai verzió. Szóval ez a Lackfiak sárkányos címere. Szerintem nagyon látványos. Maradjunk egy kicsit Zsigmondnál és Lajosnak a gyerekeinél. Ugye nem volt szokás magyar történetben, nők üljenek a trónra. Hát a magyar történetben nem. Ugye Mária után legközelebb Mária Terézia volt nőként Magyarország királya. Hogy volt ez a fogalom, hogy királyné, királynő? Mert ez is Lajoshoz köthető, mint a Mária és Hedvig kapcsán. Hát ugye a magyar nyelv egyébként egy csomó másik nyelvvel szemben megkülönbözteti a... Úgy, tehát az a nő, aki egy királynak a felesége, tehát nem uralkodó önmagában, az ugye a királyné. Aki viszont saját jogán uralkodik, az a királynő. Ezt mondjuk máshol nem különböztetik meg, vagy mindenféle kiegészítő jelzőket aggatnak a queen kifejezésre például az angoloknál. Hát nem volt túl gyakori ebben az elég férfias, katonás, harcolós korszakban sem, hogy nők üljenek a trónon, de azért nem is példa nélküli. Igaz, hogy az egyik legjobb példa szintén Lajos nevéhez köthető, mert hogy a lengyel trónt, meg Lajos másik lánya Hedvig örökölte. És ott volt egy ilyen érdekes dolog, hogy Hedvig volt Lengyelország királynője, saját jogán, és ő ugye hozzáment feleségül Jagellóhoz, aki a keresztségben az Ulászló nevet kapta, aki litván nagy fejedelem volt. És így ez a páros két országot együtt kormányzott, úgyhogy mind a kettő saját jogán volt uralkodó. Ez egy nagyon egyedi dolog. De volt más, tehát pont 1300-as évek végén egy rövid ideig Boszniát is egy nő vezette, nem tartozik az európai országok élvonalába, de mégis. Meg Nápolyi Johannára, aki egy említés szinten szóba került, ha gondolunk ott is, szintén nem egy nagy hatalom, de a nápolyi királyságban ő uralkodott egy ideig. De van egy pár példa. És a szakirodalom szerint ugye Lajos anyja, akiről szintén volt már szó Erzsébet. Igen. Hát hiába volt királyné, nagyon sokszor királynőként próbált meg viselkedni is. Igen, tehát nyilván egy anya királyné az eléggé... Egy anya sárkány. Vagy egy anya sárkány akár gyakran beleszól. Hát, ha visszaemlékszünk, akkor aranynak is a szánt szép sorsot, ugye, a Zács Klára című balladába bukkan föl, és éppen, hogy nem ér rossz véget a történet. Igen, bár ugye Zács Klára elég rossz véget ért. Ja, de... most a királynő igen, igen. Járulékos veszteségek mindig vannak. Egyébként készültem ugye a két dologból lehet, az egyik a Magyar Anzsu legendárium. Igen. Ez egyik legszebb korabeli alkotás. Ami szintén Károlyhoz, illetve Nagy Lajoshoz köthető. A másik az pedig, ahonnan Lajosnak és korának viselt dolgait tudjuk, hát az nem más, mint a képes krónika. Így is van. Ugye? Amiből harci dísztől kezdve családon át minden van. És hát ugye többször előfordul benne az, hogy Erzsébetet is. Valami most rácuppantam itt a királynőkre, bocsánat, leragadtam. Tehát az Ács Klára történet is meg van örökítve benne. Pontosabban, hogy az Ács Feliciánnak a gaztette. És ha vártok egy percet, akkor meg is próbálom előtúrni. Igen, ez hát itt is van. Na, átadom neked, mert erről többet tudsz beszélni. Ugye nem véletlen balladába írja meg Arany. Hát nem egy pozitív végkicsengésű dolog. Hát nem. Ugye Zács Felicián szintén az ország előkelői sorába tartozott, és hát ezt a rövid úton való megoldási módszert választotta, hogy legyilkolja a királyi családot. A vélt sérelmeiért, azt hiszem, ezt így kell szépen mondani. Hát a vélt sérelmeiért, igen. Ugye egy dolog, hogy mi van az elbeszélő forrásokban, és hogy... a különböző oklevelek és egyebek
folytán ki lehet kutatni, ki lehetne kutatni, hogy mik lehetnek az ő motivációi erre. De hát ugye nem sikerült, a király szolgái jött le, lefogták le, lecsapták le, leszárolták, és elég drasztikus meg büntetést választott Károly király, tehát ugye többet íziglen kivégeztette a családot, birtokokat elvesztette, és Felicien lányát, ugye Klárát, akiről a ballada is szól, meghurcoltatta, ló után kötötte minden. Ez volt ugye a puci, Károly Róbert, és az az érdekes, hogy szintén szóba került Nagy Lajos kapcsán egy dátum 1351, amikor Lajosnak a híres törvényei megjelennek. És ha az emlékeim nem csalnak, abban van pont egy olyan pont, hogy senkinek a gyerekét nem lehet büntetni az apák bűneiért. Tehát kicsit szakítom. Nem pontosan így hangzik, ez olyan költői volt. Tehát más politikát folytat, mint Károly Róbert. Hát meg eltelt azért közben egy fél száz év, és főleg a törvényalkotásban mindig is szerepet játszottak a pillanatnyi politikai és akármilyen érdekek. Igen. De az 1351-es törvény az egy mindenképpen mérföldkő a magyar jogtörténetben. Tehát több olyan dolgot is bevezet, ami utána gyakorlatilag a 48-as szabadságharcig és az utána való reformokig, vagy közben való reformokig úgy maradt. Tehát például az ősiség, vagy a kilenced szedési kötelezettség megerősítése. Amiket a másodban nem a belga örökbecsi számából ismerhetünk. Igen. Hát ez egy tök jó szám. Tehát a legfontosabb slágvortokat felsorolja. Hát ez egy kettes érettségi, ha megtanulni. Igen, mondhatjuk. Jó. Tehát mondjuk azért 48-ban már nem örültek annyira ennek az ősiség törvénynek. Hát nem, ugye nem. Tehát addigra ez már eléggé ősi volt és elavult, úgyhogy 48-ban fel is függesztették, és ha jól emlékszem, 52-ben, tehát 1852-ben hoztak egy olyan törvényt, még 1853-ban életbe lépve ezt véglegesen eltörölte. Mi a lényeg az ősiség törvénynek? Az ősiség megértéséhez tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a birtokaik nemes családoknak voltak, sőt, gyakorlatilag a birtok alapján lett valaki nemes, ebben a korszakban még mindenképpen. És egy család birtokai, vagy egy személy birtokai két részre oszlottak. Az ősi birtokra és a szerzett birtokra. Ugye a szerzett birtok az elnevezés, az magáért beszél, az a szerzett birtok, amit az illető, akiről éppen szó van, ő vásárolta, vagy kapta a királytól adományba, vagy ilyesmi. Tehát ami az ő személyhez kötődik. Az ősi birtok pedig mindent, amit ő örökölt. És ez a tágabb értelemben vett család, tehát mondhatni a nemzetség közös birtokának volt tekintendő. És az 1222-es aranybullában, amelynek a megerősítése, módosítása és bővítése az 1351-es Lajos-féle törvény, abban az állt, hogy ha valakinek nincs örököse, se fiú, se lány, akkor szabadon végrendelkezhet gyakorlatilag. Tehát akkor szabadon rendelkezhet a birtokával, ha nincs örököse. Ugye ezt nevezzük magszakadásnak, hogyha nincs további. Illetve a magszakadás az a fiági örökös hiánya. És Nagy Lajos pedig az 51-es törvényben ezt a cikkeit megváltoztatta, és ezt a bizonyos esetben fennálló szabad végrendelkezési jogot ezt megszüntette, és azt a rendelkezést hozta, hogy az ősi birtokok, tehát az illető által örökölt birtokok esetében nincs szabad végrendelkezés, hanem ha nincs örökös, az visszaszáll úgymond visszaszáll az ősre, vagy akitől örökölte, aki nyilván már meghalt, de annak a leszármazottaira, tehát az illető oldalági rokonaira, unokatestvérek, és így tovább. Ami egyébként azért érdekes, mert például az édestestvéreit ez kitolta az örökösödésből. Ez a lényeg az ősiségben, hogy az öröklött a családot együttesen illető birtokokat nem lehetett elidegeníteni, tehát másra hagyományozni, nem rokonra hagyományozni, vagy eladni, hanem az visszaszállt a családra.